A Tamási 2009 FC megyei első osztályú csapata hazai pályán fogadta Bölcskét a hétvégén. A csapat új edzővel és számos új játékossal kezdett neki az idei őszi szezonnak, mondta el Illés Dezső, vezetőedző. Én elégedett vagyok a csapat munkájával, mert ami az alátámasz, hogy edzéseken átlagban 20-an vagyunk. Például a tegnapi edzésen 24-en voltunk, 24 fővel vettünk részt. Egy újra alakult csapatról beszélünk, mert sajnos a nyáron távoztak, illetve munkai elfoglaltságok miatt nagyon sok játékosra nem számíthatunk. Ez körülbelül olyan 15-6 játékos, aki úgymond itt hagyott bennünket, és új csapatot építünk. A jövőbeni elsődleges cél a helyi tehetséges fiatalok beintegrálása a felnőtt csapatba, emelte ki a szombati meccs után a vezetőedző. Hogy 2 évet dolgoztam itt a Tamás Egyesületnél, utánpótlásban az U19-el, és úgy érzem, hogy sikeres éveket töltöttünk el, eredményesek is voltak, és én úgy mondom, hogy elsősorban a tamási, illetve tamási kötődési fiataloknak szeretnék bizalmat szavazni, tehát rájuk építünk. Ez az idény a csapatról fog szólni, a fejlesztésről, majd tavasztól jöhetnek az újabb célok. Egy újra alakult csapat, tehát nagyon sok fiatal, új játékost építünk be a csapatba, tehát mind kondicionálisan, taktikailag, tehát mindenbe kell még fejlődjünk. De én úgy érzem, az út elején vagyunk, én amit kértem a vezetőségtől, meg a szurkolóktól is, hogy azért ez nem biztos, hogy zökkenőmentesen fogunk beépíteni hirtelen ennyi fiatalt, tehát ez a fél év, ez erről fog szólni, hogy építkezünk, és majd tavaszra reméljük, hogy akkor már sikeresebbek is leszünk. A jövőt illetően még sok munka vár a csapatra, mondta el edzőjük, de a hétvégi mérkőzés is megmutatta, hogy az irány jó. A szombati Bölcske elleni mérkőzés a Németh László városi sporttelepen 2-1-es hazai győzelemmel zárult. A tamási csapat góllövője Ignác József, akinek teljesítménye azt is mutatja, hogy van létjogosultsága a fiatalok beépítésének, hisz az ő mai produkciója, illetve rajta kívül még 4 fiatal ifista kiválóan teljesített a mérkőzésen, és megállták helyüket a tavalyi bajnoki ezüstérmes csapat ellen egy igen jó iramú mérkőzésen. Hát mert ahogy mesélték, hogy ez az első helyezetre pályázik ez a csapat, azt ez ellen 2-t rúgni 18 évesen, azért na. A szombati jó hangulatú meccset követően augusztus 29-én vasárnap ismét megtelt a Németh László városi sporttelep focistákkal, akik büntetőket rúgtak az első országos 11-es rugóbajnokság keretein belül. Ahogy Kövesdi Gábor főszervező mondta, az ország 40 sportpályáján rúghatnak kapura azok, akik ebben a gyakorlatban igazán jónak érzik magukat és pályáznak a 10 milliós fődíjra. Alapvetően 3 forduló van. Vannak a területi fordulók, ahogy itt most Tamásiban is van egy ilyen területi forduló. Ez majdnem 40 helyszín az országban, és szóval majdnem 40 helyszín az országban rendez területi fordulót, utána azonnan tovább jutok, azok mennek a megyei döntőbe, és a megyei döntő győztesei pedig az országos döntőben harcolnak a milliós fődíjért. A sportolóknak, akik pályára álltak, egyetlen feltételnek kellett megfelelniük. Egyetlen szabály van, hogy 14 év fölöttiek rúghatnak. A versenykírás így szól, hogy minél igazságosabb legyen, nyilván egy 10 éves nem ugyanolyan eséllyel indul, mint egy felnőtt labdarúgó. Azon kívül bárki, bárhonnan, bármilyen cipőben, bármilyen ruhában. Tamási az elsők között pályázott a területi döntőre, ahol közel 40 fő részvételével zajlott 11-es rúgóbajnokság, mondta Filótás Attila, a Tamási 2009 FC futballklub technikai vezetője. Úgy gondoltam, mivel Tamási földrajzi olyan szempontból van, hogy megpróbálok jelentkezni, beregisztráltam és sikeres volt a regisztráció, megjelöltek minket, hogy akkor megszervezhetjük ezt a területi döntőt. A Tamási 2009 FC vezetésének fontos, hogy a csapat számára a lehető legtöbb lehetőséget biztosítsa a fejlődésre és minden kínálkozó alkalmat kihasználjanak, amivel mind a csapat, mind a város jó hírét öregbíthetik. Úgy focihoz közel állok mindenféleképpen, és aki ismer, tudja, és Tamásiba úgy gondolom bármi nemű rendezvényt ide hozunk, vagy ide tudunk ráadásul országos szintű rendezvényt hozni, én úgy gondolom ez a csapat, Tamási csapat és a város hírnevét is kicsit messzebb viszi az országba, és hallottuk innen 200 kilométerre is jöttek, nem volt közelebb helyszín, én úgy gondolom, hogy jó döntés volt erre regisztrálni. A vasárnap délelőtti területi döntőn magabiztosan védte a kaput Jó Balázs, a Tamási 2009 FC kapusa. Úgy gondoltam, hogy zárjuk le ezt gyorsan, mert aki egy ilyen teher alatt nem tudja berúgni az első büntetőjét, vagy esetleg a másodikat, az a továbbmenetelben előbb-utóbb hibázni fog, és akkor inkább innen menjen haza.
A közel 200 kilométerről érkező Kaszás Józsefnek nem kellett hazamennie, legalábbis nem az esély nélkül a 10 milliós fődíjra, hiszen ő volt a legjobb a vasárnapi területi döntőn itt Tamásiban. Dabasról jöttünk közel 200 kilométer. Az a helyzet, hogy az idő, legfőképpen meg a munkahelyi elfoglaltságok miatt ez az időpont volt az, amire tudtam nevezni. Jó Balázs kapus a szombati meccset a kispadon töltötte, de a vasárnapi délelőtt nem volt egyszerű feladat, közel egy órán keresztül védte a kaput. És úgy döntöttem, hogy ez az én pódiumom, én ide tudok felállni, 11-esekben amúgy is jó vagyok, úgyhogy én ezt egy edzésként fogtam fel. Az első országos 11-es rugó bajnokság döntője október elején kerül megrendezésre Budapesten a Bozsik Arénában a Kispest Honvéd Kisvárda mérkőzés szünetében.